So, hallo, servus. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ein Thema, das gut warm macht. Ja, ein Thema war Vogelabrüstung beim Jo. Aggression. Aggressivität. Von der Aggression zur Liebe. Zur warmen Liebe. Wer von euch war schon mal so richtig wütend? Noch nie wütend? Sosem voltam még mérges. Wir alle waren schon mal so richtig wütend. Mindannyian voltunk már valószínűleg nagyon-nagyon. Und wir alle wissen, wie viel Kraft in Wut ist. Úgyhogy nagyon jól tudjuk, hogy mennyi erő van ebben a tűben, a haragban. Es ist fast egal, wie du dich vorher gefühlt hast. De mindegy, hogy előtte hogy érezted magad. Du kannst total müde sein. Lehet iszonyú fáradt. Dir kann es richtig schlecht gehen. Lehet, hogy nagyon rosszul érzed magad éppen. Wenn du wütend wirst, hast du auf einmal Power ohne Ende. Hogyha egyszer úgy igazán feldühödsz, akkor aztán lesz erőd végtelen mennyiségben. Dir wird's warm. Meleged lesz. Du könntest die nächsten 10 Minuten nicht schlafen. A következő 10 percben biztos, hogy nem fogsz elaludni. Ja, dein ganzer Körper ist so voller Adrenalin. Az egész teste tele van adrenalinnal. Und das ist ein guter Zustand. És ez egy nagyon jó állapot. Meistens ist es nur schade, dass wir uns nach außen entladen. Gyakran, sajnos ezt így ki fogjuk üríteni kifelé. Gegen irgendjemand oder gegen irgendwas anderes gerichtet. Valami ellen vagy valaki ellen fogjuk ezt irányítani. Und jetzt verpufft kostbare Energie. És elfüstölünk egy csomó értékes energiát. Und oftmals geht es dir, nachdem du so richtig wütend gewesen bist, eher schlecht. És elég gyakran, miután ilyen igazán nagyon mérgesek voltunk, utána viszont elég szarul érezzük magunkat. Weil jetzt ist die Power weg. Mert akkor az erő így elfolyik utána. Die hast du grad irgendwo hingeschickt. Valahova már azt így elküldted, elhasználtad. Im Prinzip könnten wir all diese Power gut verwenden in unserem Körper. Ezt az erőt, ezt az energiát igaziból fel tudhatnánk használni. Jól is a testünkben. Dazu wäre es allerdings wichtig, wo entsteht Wut überhaupt? Úgyhogy nézzük meg először, hogy egyáltalán miből keletkezik, hogyan áll elő ez a düh, a harag. Wut entsteht in dir, irgendwo. In dir? Ja, nein, ist eine Feststellung. Tehát ugye ez valahol benned keletkezik, a harag. Meistens durch irgendeinen Auslöser im Außen. Legtöbbször valami külső ok váltja ki. Also dich stört etwas. Téged zavar valami. Dadurch wirst du wütend. Emiatt leszel mérges. Stört dich jetzt etwas am Außen oder stört dich etwas bei dir? Nézzük meg, hogy ilyenkor valami kívül zavar-e téged, vagy éppen benned van valami, ami zavar. Wahrscheinlich bei dir, weil es hat mit deiner Verletzung bei dir zu tun. Valószínű, hogy benned van valami, ami zavar ilyenkor, valami olyan sérülés, ami benned található. Und wir machen einen kleinen Ausflug in die traditionelle chinesische Medizin. Teszünk egy kis kirándulást a hagyományos kínai orvostás felé. Denn keine Sichtweise erklärt die Psychosomatik, die Emotion des Menschen besser als wie die traditionelle chinesische Medizin. Nincsen módszer, ami jobban leírná, jobban közelítené meg az ember pszichoszomatikáját, az érzelmeket, érzéseket, ahogy dolgoznak az emberben, mint a hagyományos kínai orvostás. Die traditionelle chinesische Medizin erklärt den Menschen in 5 Elemente. A hagyományos kínai orvoslás az embert az 5 elem elmélete alapján magyarázza. Und die 5 Elemente sind Holz. Az 5 elem pedig a fa. Feuer. A tűz. Erde. A föld.
Metall. Fém. Und Wasser. És a víz. Sind die Elemente in Ordnung? Ist der Mensch in der Versorgung der Organe und in seinen Emotionen gesund und stabil? Hogyha ezekön, és ez az öt elem az emberben egyensúlyban van, akkor az összes szerv ellátása és az embernek az érzelmei is egyensúlyban vannak. Der Elementenkreislauf beginnt wie das Jahr, das Frühjahr im Element Holz. A körforgás úgy kezdődik, ahogy az év is, ahogy a természetben a tavasszal. Holz wäre das Frühjahr. Az ősszel, mert Sommer. Sommer. Nem, bocsánat, tavasz. Tehát a tavaszból megyünk a nyárba. Die Erde, der Spätsommer. A föld a késő nyár. Metall, der Herbst. A fém az ősz. Und Wasser, Winter. A víz pedig a tél. Und dann wieder der gleiche Kreislauf. És akkor újra kezdjük az egész. Also es nährt sich gegenseitig. Es nährt sich gegenseitig. Hát, hogy közelednek egymáshoz. Und hier sind unsere Emotionen. In der traditionellen chinesischen Medizin sprechen wir darüber, dass unsere Organe aus unseren Emotionen entstehen. És itt megtaláljuk az érzelmeinket is, a hagyományos kínai orvoslás szerint. Az érzelmeinket a szerveinkben megtaláljuk, onnan nőnek ki, abban tároljuk őket. Und die Wut entsteht im Organ der Leber. A dű, a harag a májban keletkezik. Die Leber, ausgenommen der Haut, dein größtes Organ, das du hast. A bőrödet kivéve, vagy a bőröd után a második legnagyobb szerv a máj. Hier. Ott található, ilyen szép nagy méret. Und deine Energiereserve. Energiereserve. És ez egy energiatároló is. Also wenn du kurzzeitig Energie brauchst, kommt die aus der Leber. Hogyha hirtelen sok energiára van szükséged, az a májból fog kárni. Also im Element Holz, die Leber. A fa elemben találjuk a májat. Und zur Leber gehörig im gleichen Element die Gallenblase. És a májhoz tartozóan ugyanebben az elemben a húgyhólyagot. De a epehólyagot, bocsánat. Die Gallenblase, die mittig in der Leber ist, etwa auf der Stelle unterm Rippenbogen. Az epehólyag is ugyanitt található, a máj környékén, a borda itt alatt. Und die beiden stellen beide zwei Polaritäten dar. Két polaritást testesítenek meg. Einmal das weibliche Prinzip, wer die Leber, also das Organ, das Emotionen speichert oder sich aus Emotionen bildet. A női polaritást a máj testesíti meg. Und also das wäre das Yin. Organ. Ez a Yin-szerv, ami a földelemhez tartozik. Und das Yang-Organ, die Gallenblase. A Yang pedig az epehólyag. Das ist das Speicherorgan, es nimmt die Energie auf, es entsteht aus der Energie. A tárolószerv, a máj, ez veszi föl az energiát, ez az energiából. Weibliche Prinzip, männliches Prinzip, Arbeitsorgan. A munka, hozzátartozó munkaszerv pedig a férfi principiumot testesíti meg. Es bearbeitet die Emotionen. Ez pedig feldolgozza az érzelmeket. Die Gallenblase steht für Druck, Unterdrückung. Az epehólyag a nyomás, az elnyomás szerepét tölti be, hogy azt testesíti meg. Immer der Druck, den du selbst gegen dich richtest, nicht gegen jemand anderes. Az a nyomás jelenik meg, amit magad ellen irányítasz, nem pedig valaki más ellen. Auch nicht ein Druck, der von außen stattfindet. Szintén nem az a nyomás, ami kívülről nehezedik rád. Du unterdrückst dich, weil du lieb sein möchtest. Te elnyomod magad, nyomás alá helyezed magad, mert szerethetőnek kell lenned. Weil du vielleicht auch gar nicht anders sein darfst im Außen. Also dein Außen lässt es nicht zu, ich nehme mich zurück. Nem,
nem lehetsz más, a külvilág nagyon behatárolja, hogy milyen lehet. Weil was denken denn die anderen darüber, wenn ich das und das? Mit fognak gondolni majd mások, hogyha én ilyen meg olyan leszek? Ja, also deine Unterdrückung. Ez a saját magad elnyomása. Wenn du dich hier unterdrückst, kann die Emotion, die für die Leber zuständig ist, nicht verarbeitet werden. Das ist das Arbeitsorgan. Hogyha itt elnyomod magad, akkor az az érzés, az az érzelem, ami a májhoz tartozik, nem tud feldolgozódni, mert akkor blokkolva van ez a szerv, és ehhez tartozna annak a feldolgozása. Eine Folge davon wären zum Beispiel Gallensteine. Ennek egy következménye lehet például az epekója. Ja, also viel Unterdrückung, viel Druck im Gallensystem, in den Gallengängen und es bilden sich Steine. Sok elnyomás magadban, nagy nyomást jelent, és ez kövek kialakulásához vezet a nyomás által az epehólyagban. Und die Leber speichert Emotionen von allem dem, was du nicht kannst oder nicht darfst, was du dir selbst oder dein Außen dir verbietet. És a máj pedig eltárolja mindezt a sok érzelmet, amit nem tudsz feldolgozni, mert vagy te magad megakadályozod, vagy a külvilág miatt akadályoztatod magadat ebben. Und das macht dieses Element gern zu einem Pulverfass. Pulverfass, also einen explosiven... Ezért ez a szerv, ez egy puskaporos hordóhoz hasonlóvá válhat. Weil sich der Druck über viele Jahre aufbaut. Mert ez a nyomás benne sok-sok éven keresztül egyre fokozódik, ahogy lerakódik. Meistens auch aus deiner Kindheit heraus. Leggyakrabban már egész gyerekkorod óta. Weil einfach zu viel du nicht durftest. Mert túl sok minden nem volt neked szabad csinálni, vagy sok minden nem lehettél. Und es dir heute immer noch nicht erlaubst. És ezt magadnak ma még mindig nem engeded meg. Und wir leben unser ganzes Leben angepasst, unterdrückt. Egész életünket elnyomva éljük, mindig igazodni kell valamihez. Stell dir vor, du hast einen Schnellkochtopf permanent auf dem Herd stehen. Képzeld el, hogy egy ilyen kukta van folyton a szíveden, egy ilyen főzőtedény. Und niemand drückt auf dieses Ventil. És senki nem nyomja le a tetején ezt a túlnyomás szerepet. Irgendwann zerreißt dir diesen Topf. Egyszer csak szétrobban benned ez a tartály. Und das ist die Aggression, die Wut, wo du blitzartig dich entlädst. Ez az agresszió, ez a dű, ami egyszer csak így egy pillanat alatt így kirobban belőled. In dem Moment gibt's keine Rationalität, kein Denken, keine Vernunft. Ebben a pillanatban már nem lesz semmi racionalitás, nem tud gondolkozni, nem lesz az értelem, nem tud felszínre jönni. In dem Moment gibt's csak ez lesz abban a pillanatban. Ja, gira. Ugyanúgy van magyarul, azért nem folytattam. Gitto! Aber du könntest ja vorher schon mal machen. De már előre is csinálhatod. Előre is megcsinálhatod. Auch ohne, dass du böse bist dabei. Anélkül, hogy igazán mérges lennél. Weil es geht ja nur, dass endlich mal dieser Druck weg ist. Csak arról van szó, hogy ezt a nyomást valahogy ki kell engedned. Und du kannst es gut umleiten. És ezt nagyon ügyesen elterelheted valamerre. Weil anstatt, dass du irgendetwas ein bedrohliches Geräusch machst. Anélkül, hogy valamilyen rettenetes, ilyen félelmetes zaj csinálná. Könntest du tatsächlich es so umleiten, dass es dahin geht, wo es liebevolle Kraft ist? Irányíthatod úgy is, hogy arrafelé áramoljon ez, hogy ahol szeretetteljes erő lesz belőle. Und liebevolle Kraft hast du im Herzen. És ezt a szeretetteljes erőt a szívedben találod. Und dein Herz reagiert wie alles andere in deinem Körper natürlich auch auf Frequenzen. És a szíved pont ugyanúgy reagál, mint minden más a testedben, frekvenciára, rezgésekre. Also auf Ton. Hangokra. Und wenn du jetzt jemand gegenüber bist, du machst... Hogyha valakihez odamész és így csinálsz... Dann ist es eher so. Akkor ő pedig így csinál, meg ilyen. Ja, aber ich könnte jetzt auch jemand gegenüber sein und einen ganz anderen Ton. De oda mehetsz valakihez, és egy egész másfajta hangot is kiadhatsz felé. Ah!
Ja. Viel Aggression. Ein A, der Vokal des Herzens. Also, was die haben ja, also das A. Ja, und so kriegst du bei dir einmal diesen Druck raus. És akkor így ezt a nyomást ki tudod adni magadból. Und es ist etwas, mit dem du mit allem sofort in die Resonanz gehst. És egyből egy olyan hangon keresztül, hogy mindennel rezgésbe kerül. Du nimmst hier Energie raus. Itt energiát veszel ki. Und bringst die Energie hier rein. És átadod az energiát ide. Und zwar in einer gut geschwungenen Form. Mégpedig egy ilyen jó lengésbe, rezgésbe hozott formában. Nicht in dieser Form. Nem ilyen formában. Ja, sondern einer beruhigenden Form. Egy megnyugtató formában. Wesentlich ist, dass es bei dir rauskommt. Az a lényeges, hogy ez kijöjjön belőle. Weil kommt es nicht raus. Mert ha nem jön ki. Das Element nährt das Element. Ez az elem táplálja ezt az elemet. Das heißt, wenn du hier insgesamt 100% an Energie hast, das jelenti, hogyha itt 100% energiád van, und der Bereich, das aber ist, das die meiste Energie verwendet, also deine eigene Unterdrückung, és hogyha ez a terület veszi föl a legtöbb energiát, tehát saját magad elnyomása, und du bist hier nur bei 60%, és akkor csak 60%-on vagy már, und hier bei 40%, ott pedig 40%-on, dann wird es so exakt weitergegeben. Akkor ez pont így fog továbbadódni. Du gibst 40% an den Dünndarm weiter. Ha 40%-ot adsz a vékonybélnek tovább. Was für deine Verdauung, für deine Verarbeitung, für dein Immunsystem eher die Schwäche ist. Ez a ami akkor a feldolgozó. Entschuldigung, an das Herz weiter. 40% an das Herz weiter. Tehát, hogy 40%-ot adsz akkor a szívnek tovább, bocsánat. Ez... Ja, was das Organ des Herzens, das Herz wird eher schwächer. Akkor ettől a szív gyengébb lesz. Ja, also eher niedriger Blutdruck, eher kalt. Alacsony vérnyomás, olyan hideg. Und 60% an den Dünndarm. 60% megy akkor a vékonybélnek. Das heißt, du arbeitest hier zu viel, dein Bauch wird zu heiß. Akkor túl sokat dolgozol ezen a területen. Entzündlich. Túl meleg lesz ez a hasi részed. Von hier wird es weitergegeben an das Erdelement. Das Erdelement kriegt dann zu viel Energie in dem Bereich Milz-Bauchspeicheldrüse. Was dann für ein gestörtes Verhältnis im Kollektiv sorgt. Milz-Bauchspeicheldrüse ist zuständig für die Menschen, mit denen du außen in Kontakt bist. Ja, also du wirst dann wiederum noch empfindlicher. Und letztendlich landet es bis zum Wasser. Akkor végül ez eljut egészen a vízig. Und das Wasser wiederum nährt dann das Holz. Ist dieser Kreislauf einmal vollendet, ist es für dich ganz schwierig, dort wieder auszusteigen. És akkor a víz elem pedig táplálja újra a fát, és hogyha ezzel bezárul ez a kör, és ebből nagyon nehéz lesz kilépni. Das wäre der Choleriker. Das wäre dann der Choleriker. Ez a ilyen cholerikus viselkedéshez fog vezetni. Der Mensch, der sich immer und über alles aufregt. Ő lesz az, aki mindig mindenen felhúzza magát. Normalerweise hat dieses System so etwas wie einen Kontrollzyklus. Normál esetben ez a rendszer úgy működik, mint egy ilyen kontrollciklus, egy szabályzó kör. Und das wäre für das Element Holz, das Element Metall. És a fa esetében ez a fém lenne, ami őt szabályozza. Für das Element Feuer, das Wasser. A tűzelemet, a víz szabályozza. Also immer das next gegenüberliegende ist der Kontrollzyklus. Mindig a következő szemben álló elem az, amelyik kontrollálja az adott elemet. Wenn das Element Holz nicht stimmt, kann es hier nicht mehr kontrolliert werden. Hogyha a fa elem egyensúlya nem stimmel, akkor a fém nem tudja kontrollálni az adott. Stimmt das Element Feuer nicht, kann es hier nicht kontrolliert werden. Hogyha a tűz
nincs egyensúlyban, akkor a víz nem tudja kontrollálni. Wenn also das unser Problemelement ist, hát, hogyha ez a problémás elemünk, a fa, dann könnten wir meistens davon ausgehen, es geht, die Basis kommt vom Wasser. Akkor kiindulhatunk abból, hogy az egésznek az alapja a vízből jön. Weil dieses Verhältnis muss ja woher kommen auch. Mert ennek az aránynak valahonnan már érkeznie kell. Und die Auswirkungen hier können hier nicht kontrolliert werden. És ennek a hatásai a következő elemre nincsenek, nem jól vannak kontrollálva. Also das Wasser hat hierauf keinen Einfluss. Ez azt jelenti, hogy a víznek nincs elég hatása a tűzre. Somit sind bei uns in der Therapie, in dem Beispiel Aggression, a kezelés során, hogyha az agresszió példájánál maradunk, die drei Elemente, mit denen wir arbeiten, Wasser, Holz, Feuer. Akkor ezzel a három elemmel dolgozunk, a vízzel, a fával és a tűzzel. Hierüber können wir Aggression immer wieder in eine Kontrolle bringen. Ezeken keresztül az agressziót mindig kontrollálni. Ja, weil wir einfach dafür sorgen, dass das Wasser harmonische Energie an das Holz weitergibt. Mert egyrészt gondoskodunk róla, hogy a víz harmonikus energiát szállítson a fának. Du selbst dich anders unter Kontrolle hast. Már másképp tudod magadat kontrollálni. Nicht mehr unterdrückst, sondern lebst. Nem nyomod el magad, hanem pont, hogy élni fogsz. So im Fluss deines Lebens, also das kann man sich so gut mit dem Wasser visualisieren. Az életed folyamát tudod követni, ezt nagyon a vízzel nagyon jól lehet így példázni, hogy tudsz az élettel együtt áramolni. Und auch überall hin fließt wie das Wasser. És mindenhova oda tudsz folyni, ahogy a víz is. Dich nicht zurückhältst als Bescheidenheit oder Scham. Nem kell, nem tartod vissza magad, mert szégyenlős vagy, vagy szégyenérzeted van. Sondern wirklich anfängst dich zu leben. Nem elkezded. Elkezded megélni magadat. Was für dich wichtig ist. Ami tényleg neked fontos. Und nicht für andere leben. Nem pedig, ami a másik, többieknek fontos. Ja, sondern für dich. Hanem neked. Ein schönes Leben, ein leichtes Leben. Ez egy szép, könnyű élet. Live life easy. Live life easy. Ugye? Ja, da ist hier das Prinzip. Ez az elemhez tartozik. Und hier unsere Unterdrückungen. Itt pedig az elnyomások. Ja, aber kann das Element hier gut versorgen, kannst du deine Unterdrückungen endlich auch loslassen. Hogyha a vízelem a fát megfelelően harmonikusan táplálja, akkor tudod ezeket a befelé történő elnyomásokat elengedni magadtól. Und wenn Aggressionen aufkommen, dass du merkst, dass du dich wieder unterdrückst. Hogyha az agresszió pedig újra felbukkan, és ezt észreveszed, és újra elnyomod, sie lernt zu schätzen und nicht zu verabscheuen. Deine Aggressionen lernt zu schätzen und nicht zu verabscheuen. Megtanulod értékelni az agressziódat, és nem pedig elnyomni, eltakarni. Weil du darfst wütend sein. Mert hogy lehetsz mérges is. Du darfst auch lieb sein. Lehetsz kedves is, szeretetteljes. Du darfst beides sein, du bist Polarität. Lehetsz mindkettő, ezek a polaritásaink, ezek megvannak. Du bist das liebevollste und das grausamste Wesen in einem. Lehetsz te a legszeretetteljesebb és a leggonoszabb lény is egyben. Beide Polaritäten stehen dir jederzeit zur Verfügung. Mindkét polaritás rendelkezésedre áll bármikor. Du kannst zerstören. Tudsz pusztítani. Du kannst aufbauen. És tudsz felépíteni. Es liegt an dir, was du nutzt. Csak rajtad áll, hogy mit használsz. Aber verurteil dich doch nicht für die Polaritäten, die dir zur Verfügung stehen. Ne azok alapján, a polaritások alapján értékel, vagy ítéld meg magad, amik a rendelkezésedre állnak. Du hast Ellenbogen nicht nur dafür, damit du den Kopf aufstützen kannst, nem csak azért van a könyököd, hogy rátámaszthasd a fejedet, sondern auch um dich durchzusetzen. Hanem azért is, hogy utat csinálj magadnak. Positive Kraft. Pozitív erő. Du kannst sie so einsetzen, dass du niemanden dabei verletzt und trotzdem deine Interessen vertrittst. Megvalósíthatod magad úgy is, hogy viselkedhetsz úgy is, hogy a saját érdekeidet képviseled, anélkül, hogy másokat ezzel megsérteni, vagy megbántani. Das haben wir Menschen aber nie gelernt. De ezt az emberek nem nagyon tanulják meg. Da muss erst der Kochtopf richtig kochen. Először annak a főzőedénynek forrónak kell lennie. Damit wir dann aus uns rausplatzen und sagen, ich will das und das und das. Hogy
hogy szétrobbanjon bennünk, és akkor jön ki belőlünk ezt, hogy én ezt akarom. Und dann wird es verletzend. Jetzt reicht's. És akkor, akkor jön az, hogy valaki meg fog sérülni. Ja, dann kommt kurz Druck raus. Hogy gyorsan kijön a nyomás. Und dann machen wir wieder zu. És aztán újra bezárul. Gleich raus. Gleich raus. Hogy azonnal kijön. Auch mal Nein sagen. Hát, hogy jobb, hogyha... Tehát, hogyha nem marad bennünk, ez nem várjuk meg, hogy ez a nagy nyomás kialakuljon, amely egyből engedjük ki, tanuljunk meg nemet mondani. Ein liebevolles Nein. Egy szeretetteljes nemet. Hat jemand schon mal ein liebevolles Nein bekommen von jemanden? Kapott már valaha valaki egy szeretetteljes nemet valakitől? Super. Aber die wenigsten Menschen haben schon mal ein liebevolles Nein bekommen. De az emberek nagyon kis része. Die meisten Nein sind so, nein. A legtöbb, nem az ilyen, nem. Ja, das ist nicht liebevoll. Ez nem szeretetteljes. Und deswegen ist es für uns oft schwer, auch Nein zu sagen. És sokszor ezért esik nehezünkre nemet mondani. Weil dieses Wort, ob jetzt nem oder nein in Deutschland, beides mit den gleichen Buchstaben anfängt, der ist so schwer, dass der da rauskommt. Mert ez a szó, hogy nem, ez ugye németül is a nein, meg a magyarul is, ugyanazzal a betűvel kezdődik, ami nehezen jön ki itt a tortán. Ganz einfach ist zum Beispiel in Deutsch, in Liebe, nein. In Liebe, nein. Németül például egyszerűen úgy lehetne, hogy szeretettel, nem. Ja, ist total einfach. Tök egyszerű. Und du wirst überrascht sein, wie überrascht es dein Gegenüber ist, wenn du sagst, in Liebe, nein. Meg fogsz lepődni, hogy mennyire meglepődik a veled szemben álló, hogyha szeretettel mondod a nemet. Was? Wie bitte? Mi van? Hogy mondod? In Liebe, nein, ich möchte das nicht. Nem, szeretettel mondom, hogy nem szeretném ezt. Wenn du dagegen nein sagst, warum? Hogyha egyszerűen csak nemet mondasz, akkor visszakérdez, hogy miért? In Liebe nein wissen die Menschen meistens keine Antwort. A szeretettel nemre az embereknek többnyire nincs is válasz. Probier's aus. Du möchtest das nicht. Danke. Ich möchte das nicht. Danke. Próbáld ki ezt, hogy így válaszolsz, hogy én ezt nem szeretném. Köszönöm szépen. Ja? Das ist ich, du. Ez itt az én, a te. Ja, also das ich, hier geht's um dich. Ja. Ez a te, az én. Und wenn etwas nicht gut für dich ist, hogyha valami neked nem jó, in Liebe nein, akkor mondd szeretettel, hogy nem. Das ist für mich nicht gut. Ez nekem nem jó. Fertig. És kész. Es ist für dich nicht gut. Ez nem jó neked. Okay. Okay. Ist für alle anderen auch gut. Akkor a többieknek is ez jó. Ja, bevor du wieder explodierst irgendwann. Még mielőtt fölrobbannál valamikor. Du darfst so sein, wie du bist. Elmondhatod, hogy milyen vagy, hogy vagy. Mit deinen Schwächen und mit deinen Stärken. A gyengeségeiddel és az erősségeiddel. Wenn du deine Schwächen bei dir anerkannt hast, wenn du zu ihnen stehst, wenn du weißt, okay, ich bin böse. Hogyha a gyengeségeidet is elismered, hogyha tudod tudatosan, hogy oké, én most dühös vagyok. Ja und? Oké, és? Dann bist du halt mal böse. Akkor mérges vagy. Und dann mal wieder lieb. Aztán legközelebb meg majd megint kedves. Beides darfst du. Mind a kettő lehet. In dem Moment, wo es du dir erlaubst, auch mal böse zu sein, aggressiv zu sein. Abban a pillanatban, amikor megengeded magadnak, hogy mérges legyél, dühös, hogy agresszív legyél. Du deine Schatten akzeptierst. Amikor az árnyékaidat is elfogadod. Baust du keinen Druck mehr gegen dich auf? Nem építesz már föl nyomást magad ellen. Du hörst auf, dich zu verurteilen für Aggression, für Verletzung. Felhagysz azzal, hogy... Du hörst auf, dich zu verurteilen. Akkor felhagysz azzal, hogy saját magadat megítéled, elítéled, hogy ítélkezel magad fölött. Für was sollst du dich verurteilen? Mi fölött kéne ítélkezned? Für das, dass du beide Polaritäten eh leben musst, du musst sie leben. A fölött, hogy mindkét polaritást meg kell élned, de hát mindkettőt meg kell élned. Wenn Aggression negativ ist, also negativ in Form von einer großen Energie, Plus-Energie,
hogyha az agressziót negatívként értékeljük, tehát egy nagy energia van benne, egy pozitív energia. Und liebevoll eine weibliche Minusenergie ist. És a szeretetteljes az pedig egy minusz, negatív energia, ugyanígy. Dann wäre einatmen minus und weiblich. Így akkor a kilégzés az minus, női energia. Ausatmen männlich. Bocsánat, a belégzés, a kilégzés pedig férfias. Jetzt versuchen deinen Atem mal nur das weibliche Prinzip zu bedienen. Próbáld meg egyszer a légzésedben csak a nőies principiumot megélni. Versuch mal nur einzuatmen. Próbáld meg, hogy csak belélegzel. Und nicht mehr auszuatmen. És többé nem lélegzel ki. Das wird nicht funktionieren. Nem működik. Und genauso kannst du nicht deine Emotionen, die auch positiv und negativ, also weiblich und männlich sind, du kannst sie nicht unterdrücken, es geht nicht. Ugyanígy az érzéseidet, amiből vannak pozitívak, meg negatívak, nem tudod őket elnyomni. Aber du kannst anfangen, sie wahrzunehmen. Viszont elkezdheted őket tudomásul venni. Sie als Qualität zu sehen. A minőségüket, az értéküket látni. Als eine Ressource, über die du immer verfügen kannst, wenn du möchtest. Egy olyan erőforrásként, egy olyan forrásként ezekre tekinteni, amit bármikor felhasználhatsz, amikor szeretnél. Du musst nicht, nem aber du darfst. Nem muszáj ezt tenned, de megengedett, bármikor megteheted. Und wenn du sie benutzt hast, hast du sie benutzt. És hogyha pedig használnod kell és használod, hát akkor használtad. Und dann kannst du die Menschen, die du vielleicht verletzt hast, um Verzeihung bitten, umarmen. És hogyha valakit esetleg megsértettél, akkor azoktól pedig elnézést kérdezni. Aber dich doch nicht verurteilen. De ezért nem kell magadat megítélni, elítélni. Ja? Also in dem Bereich hast du viel eigenes Potenzial, wie du mit dir umgehst, mit deinen Polaritäten umgehst. Sok lehetőséged van még, rejtezik ebben a rendszerben, hogy viselkedsz magaddal szemben. Und wir wollen mit euch arbeiten mit diesen Elementen. És ezekkel az elemekkel szeretnénk veletek dolgozni. Wir wollen euch die Arbeit in den Meridianen spüren lassen. A meridiánokkal való munkát szeretnénk számotokra érezhetővé tenni. Weil die Meridiane sind direkt fühlbar, also es ist der emotionale Bereich und es ist sofort spürbar im Körper. Hey, da verändert sich was. A meridiánokkal való munka, tehát azt közvetlenül érezhető, hogyha a meridiánokban valami változás történik. Und wir wollen euch zeigen, auch so als Heimmittel, wie kann ich mit den Elementen Wasser, Holz und Feuer meinen Ausdruck meines Selbst wieder in eine Balance bringen. Entweder von zu unterdrückt zu wieder normal oder von zu übertrieben auch wieder auf normal. Szóval szeretnénk ezt megmutatni nektek, hogy hogyan lehet ezt érzékelni, hogy ezek az elemek hogyan dolgoznak bennetek, hogy lehet ezt megváltoztatni, hogy a túlzottan elnyomottból egy ilyen nagyon hirtelen kirobbanó legyen, vagy a túl harsányan jelenlevőből egy ilyen nagyon visszahúzódó. Doch zuvor wollen wir euch einmal auf einen vernünftigen Level der Energie bringen. De előtte még szeretnénk egy megfelelő energiaszintre hozni titeket. Dann sind wir wesentlich leistungsfähiger mit unserer Arbeit. Akkor sokkal hatékonyabb és sokkal nagyobb, jobb teljesítményre leszünk képesek ezzel a munkával. Und das ist ganz gut, weil dir ist hinterher wärmer. És azért is jó, mert ez meleget fog csinálni. Ist wärmer gut? Jó a meleg? Jó a meleg? Ich sehe es. Ja, hurra! Okay, dann steht einmal auf. Akkor álljatok föl most, kérlek. Szeretettel. Dann atme mal tief in deinen oberen Bauch, sodass du direkt hier in deinen oberen, nicht in den unteren, in den oberen Bauch atmen. Lélegezz mélyen, ide a hasad felső részébe, nem az alsó részébe, a felsőbe. Und mal ganz tief einatmen, sodass der obere Bauch so richtig rauskommt. Egész mélyen lélegezzetek be ide, úgyhogy egészen
kiemelkedjen ez a felső hasi rész. Die Hand auch mal drauf lassen. Tegyétek rá a kezeteket. Luft kurz anhalten und ausatmen. Kis ideig tartsátok benn, és aztán lélegezzétek ki. Nochmal tief in den oberen Bauch einatmen. Még egyszer mélyen be. Anhalten. Bent tartani. Ausatmen. És aztán fújjátok ki. Ruhig so, dass du deutlich Zwerchfell und auch deine Bauchmuskeln spüren kannst. Egészen nyugodtan úgy, hogy érezzétek a hasizmok feszülését. Ganz tief einatmen und ausatmen. Egész mélyen lélegezzetek be, rövideig tartsátok benne, és aztán lélegezzetek ki. Gut, noch zwei Mal. Und nochmal. És még egy utolsót. So, und dann lass am besten deine Hände, eine Hand, am besten deine rechte Hand auf deinen Solarplexus. Továbbra is maradjon itt az egyik kezetek, a legjobb a jobb kezetek. Und deine linke Hand auf das Herz. A bal kezetek pedig a szív fölé. Die rechte Hand übrigens ist die Polarität plus, männlich. A jobb kéz képviseli a férfias, a pozitív polaritás. Die linke Hand minus weiblich. A jobb, a bal kéz pedig a nőies, a minus polaritás. Und weiblich ist aufnehmend als Energie. A női, az energia szempontból felvevő kéz, vagy oldal. So, und dann lasst uns alle zusammen mal in der Position tief Luft holen und ein zwei oder dreimal hintereinander ein A singen, tönen. Most ebben a helyzetben együtt vegyünk egy mély levegőt, és kétszer-háromszor ezt az előbb már bemutatott A hangot adjuk ki. Und tief ein. Mély légzés. Und A. Ihr habt wenig Puste, ja? Okay. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Ist wärmer? Super! Super! Dann lade ich euch ein, rüber ins Workshop-Zelt zur Vera und zur Clari. Die zeigen euch die Arbeit mit den Elementen, mit dem Meridian. Dann wird es noch ein bisschen wärmer. Ja, hogy ez félkor lesz, úgyhogy még addig van időtök elmenni pisilni. Okay, vielen, vielen Dank. Köszönjük szépen.